Aki nem kér bocsánatot, utolsó esély az igazságtételre. Jó estét, jó komcsizást! Béla bácsi a Rózsadombról, néhány újság szalagcíme az utóbbi hetek egyik legnagyobb vitát keltő ügyéről, a Kádár rendszer egykori belügyminiszteréről, az 1956-os forradalom utáni megtorlás egyik főszereplőjé, Biszku Béláról készült filmről. Hamarosan az ügy főszereplőjével, Biszku Bélával beszélgetek a részletekről, de előtte nézzük meg az előzményeket. Skrabski Fruzsina és Novák Tamás egy kitalált ifjúsági szervezet nevében keresték fel Biszku Bélát. A filmkészítők elhitették vele, hogy szülőfalujából, az ukrán határhoz közeli Márokpapiból jöttek, ahol őt a falu nagyszülöttjének tekintik és szeretik. Az újságírók összesen 4 interjút csináltak Biszkuval, ebből 3-at a saját lakásán, a 4-et pedig Márokpapiban. Az átveréshez Novák és Skrabski egy falugyűlést is szervezett Biszku szülőfalujában, ahova elhívták a mit sem sejtő politikust. A dokumentumfilmet készítő újságírók a filmben történészeket is megszólaltattak, és levéltári dokumentumokat mutattak be Biszku tevékenységéről. Ezek többnyire arról szóltak, hogy Biszku Béla 1956 után felül akarta vizsgálni a forradalomban résztvevőkre kiszabott, szerinte túl enyhe bírói ítéleteket, vagyis befolyásolni akarta a bírói döntéseket. Egy a filmben idézett dokumentum szerint Biszku a többi között arról készített jelentést és kezdeményezett egyeztetést a párt legbelső vezetésében, hogy ne lehessen a forradalom szellemi vezetőinek kisebb büntetést adni, mint a fegyvert fogó forradalmároknak. A dokumentum szerint Biszku úgy vélte, a büntetések sokszor túl enyhék és túl kevés jár fizikai megsemmisítéssel. A filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítették volna le, de Biszku Béla és családja személyiségi jogokra hivatkozva nem járult hozzá a film bemutatásához. Az üggyel az Országgyűlés Kulturális Bizottsága is foglalkozott, amely határozati javaslatot fogadott el. Ennek értelmében személyiségi jogokra hivatkozva nem lehet betiltani történelmi dokumentumfilmeket. A Lex Biszku néven elhíresült határozatot a képviselők a parlament utolsó nyári ülésszakán fogadták el. Az ügy kapcsán fellángolt a vita az úgynevezett kiemelt nyugdíjak miatt is, ugyanis szárnyra kapott a hír, hogy Biszku Bélának 640 000 forint a nyugdíja. Az ügyben a nyugdíjbiztosító főigazgatója vizsgálatot indított, amelyből kiderült, jelenleg Magyarországon 29 személynek jár 450 000 forint feletti nyugdíj, Biszku Béla nincs köztük. 20 perc kevés a történelmi igazságtételhez, nem célunk a tetemre hívás és az ítélethozatal sem. Csupán meghallgatjuk az 1956-os forradalom utáni időszak egyik főszereplőjét, Biszku Béla volt belügyminisztert. Az interjú részletes, előzetes egyeztetés után valósulhat meg. Jó estét kívánok! Köszönöm. A rendszerváltás óta az imént bemutatott dokumentumfilmben nyilatkozott először, és most nekünk. Miért? Hát természetesen azért, mert én a közélettől a nyugdíjba vonulásom után visszavonultam, és ezzel a kérdéssel nem kellett foglalkozni. Önök meglehetősen felháborodtak a film elkészülte miatt, illetve le akarták tiltani. Miért nem ért egyet a dokumentumfilm szerkesztésével? Azért nem, mert nem azt a interjút mutatták be, amit velem készítettek, hanem abból kiragadtak önkényesen részleteket, és a saját politikai meggyőződéseket és véleményüket játsszák le tulajdonképpen az általam egy héttel ezelőtt megnézett filmben. Tehát azoknak az embereknek a véleménye, akik ezt az interjút értelmezték. A teljes szövegét ennek az interjúnak nem hozták nyilvánosságra. Akkor most induljunk el 1956-tól. Mi volt 1956 őszén az ön feladata? 1956 őszén én Angyalföldön voltam a pártbizottságnak az első titkára. Tehát nem belügyminiszter voltam, hanem 56-ban egy kerületi pártbizottságnak az első titkára, és szenvedő alanya voltam, és átélője azoknak az eseményeknek, amelyik 1956-ban, hát most az okokról nem beszélünk, mert nagyon összetett a maga a probléma, és hát én ugyanúgy
átszenvedtem és átéltem, mint más magyar állampolgár. Mit gondolt magáról a forradalomról, a forradalom kitöréséről és abban a Nagy Imrének betöltött szerepéről? Hát először is én ezt nem forradalomnak tartom, ellenforradalomnak. Azért, mert ahol én dolgoztam Angyalföldön, a Láng gépgyárnak a volt tulajdonosa már ott sétált az irodába, és várta, hogy milyen lesz az eseményeknek a kimenetele, és abban reménykedett, hogy vissza fogja kapni a gyárat. És hát ami történt utána, az egy nemzeti tragédia. Hogy amikor a budapesti pártbizottságot ugye tulajdonképpen megostromolták, akkor a rendszernek a leghűségesebb vezetőit, például Mező Imrét, a budapesti pártbizottságnak titkárát, aki velem én atyai jó baráti viszonyban volt, a fehér zászlóm, amely kijött az épületből, a kezébe hasba lőtték. Én ott voltam az ő halálos ágyánnal, Péter Sándor utcai kórházban, és azon kívül azokat a kiskatonákat, karhatalmistákat, akik a pártbizottság székházát védték, azokat fölakasztották a lábuknál fogva, a szívüket kitépték. És ezt lehet a rendszer védelmezőinek az oldaláról ellenforradalom vagy forradalommal tekinteni? Én szerintem ez a rendszer megváltoztatására való törekvést fejezett ki, és az rendszerért való harc az igazságos volt is. És ez emiatt keletkezett dühében vállalta el 1957. március 1-én a belügyminisztériumságot? Én nem akartam belügyminiszter lenni. Én mikor a Kádár János nekem ezt elmondta, akkor én azt mondtam, hogy nem akarok belügyminiszter lenni. Azért nem, mert én nem tudok parancsolni. De mégis az lett. Az lettem, mert később ugye a politikai bizottság döntött, és a döntés után nekem már fellebbezési lehetőségem nem volt. És én 4,5 évet költöttem el a belügyminisztériumba, és az országba a közbiztonság helyreállt, az állampolgároknak a biztonsága, nem csak Budapesten, hanem vidéken, az egész országba konszolidálódott, megindult az üzemekbe a termelő munka. De milyen áron? Hát olyan áron indult meg, hogy akik a rendszer ellen vétettek, hát azoknak a felelősségre vonását a rendszer kezdeményezte. Hát én belügyminiszter voltam, én nem voltam a nyomozóhatóság operatív tisztje, hanem politikai vezető voltam. Egyébként a Kádár nekem ezt a javaslatot adta, amikor elfogadtam ezt a funkciót, hogy maradjak meg politikai vezetőnek. És én erre törekedtem. És az országnak a közbiztonságát, az állampolgároknak a törvények betartása és betartása a hűségért dolgoztam. De az az ár ön számára belügyminiszterként elfogadható volt, hogy a történelem írás szerint 300 embert kivégeztek, 20 ezer embert bebörtönöztek, és 200 ezer ember elhagyta az országot? Ez nekem nem volt közvetlen közöm. Hát az, hogy mennyi ember hagyta az országot, az akkori helyzetnek a következménye volt, és én rendkívül sajnáltam azokat az embereket, akik ennek a helyzetnek a következményképpen a hazájukat kénytelenek voltak elhagyni. És nagyon sokan, én nem tudom pontosan megmondani, de 100 000-en és többen visszajöttek Magyarországra, és itt élték az életüket. Tehát tovább. Ön azt mondja, hogy belügyminiszterként a kivégzettek, illetve a bebörtönzöttekhez sem volt köze? Az ítéleteket nem én